Vegye elő a készüléket, az újszúrót és a tűt. A mérés megkezdése előtt be kell állítani a készüléken a testcsík kódját, mely a testcsík dobozában található kódkártyával történik. A jobboldali bekapcsoló gombbal indítsa el a készüléket. A középső gomb lenyomásával belép a kódállítás menübe. A kódoló kártyát a készülék tetején található nyílásba kell bedugni. Ütközésig, majd húzza ki. A készülék automatikusan beállítja a kódot. Ha a kód egyezik a testcsík dobozán olvashatóval, a bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. Helyezzen be egy tűt az újszúróba. Tekerje le a tűvédő kupakot. Helyezze be a lándzsát. A lándzsa kupakját egy csavarással vegye le. Tekerje vissza a tűvédő kupakot. Állítsa be az önnek megfelelő szúrás mélységét, mindig a legkisebbel kezdje. Mérés előtt mossa meg a kezét. Vegyen ki egy testcsíkot a dobozból, és azonnal gondosan zárja vissza. A nyíllal megjelölt végével felfelé helyezze a testcsíkot a készülékbe ütközésig. A készülék automatikusan bekapcsol. Amikor a kijelzőn megjelenik a vércsepp szimbólum, akkor lehet a testcsík végét a vércsepphez érinteni. Vérmintavétel történhet újbegyből vagy tenyérből. Serkentsen ki egy kis vércseppet, és érintse a testcsík végét a vércsepphez. A teszt felszívja a szükséges mennyiségű vért. A vérmennyiség akkor elegendő, ha a kijelző megjelenik az óra szimbólum. Ekkor tegye le a készüléket, a gép automatikusan mér. A mérés befejeződött, a mérés eredményét jegyezze fel a diabétesz naplóba is. A készülék bal oldalán található csíkkidobó lenyomásával vegye ki a testcsíkot a készülékből. A gép automatikusan kikapcsol.